A Galaxy Tab árához képest nem tartalmaz túl erős hardvert. Éppen ezért érdekes, hogy hogyan futnak nagyobb hardverigényű játékok, például a Real Racing 3. Megnézzük ezt. Maga a felbontás nem nagy, hiszen ez 1280x800 pixel egyáltalán nem sok manapság. Sőt, igazából ezen a 9,6 hüvelyken egészen kicsi, emiatt pixeles a kép. Nyilván ez nem is feltétlenül fog egyébként kiemelkedően jó grafikát jelenteni, de megnézzük azt, hogy hogyan lehet játszani vele. Itt a döntögetéssel már az elején nincs problémánk, tehát itt ez működik. Amint látható a visszapillantó tükörben látjuk a mögöttünk lévő teret, valamint a kilométer óra mutatója is folyamatosan pörög, tehát ebből a szempontból a jobb grafikus minőséget adja számunkra a készülék. Illetve a probléma az, hogy ilyenkor, amikor játszok most is, egyszerűen megnyomtam véletlen az alkalmazás váltó gombot, amit rögtön meg is szakítja a játékot. A vezérlésnél picit érzékeny igazából a döntésre. Nyilván ezt éppen valószínűleg lehet állítani is. Az árnyékok megjelenítése szép, illetve egy picivel szebb a grafikus részletesség, mint amire számítottam. Mert mondjuk a kamerát váltok, akkor láthatjuk azt, hogy ez köszönhető annak is, hogy a grafikus részletesség vissza lett csökkentve több esetben. Például a karosszéria visszatükröződése ilyen módban, például ilyen hátsó nézetes módban minimális, egy tónusú. Illetve azért egy nagyon kicsi akadás helyenként megjelenik, de ennek ellenére elmondható, hogy jól játszható a játék. Igazából nem mondható, hogy nagyon szép volna a grafikája a Real Racing 3-nak a Galaxy Tab e-készüléken, viszont az elmondható, hogy nagyjából élvezhető minőségben lehet játszani ezen a játékon, tehát a szolid hardware ellenére nincs gond az alkalmazás futtatásával.